Tüntetések és sztrájkok közepette készül a tárgyalásra a szakszervezetekkel a francia kormány a nyugdíjreform ügyében. Emmanuel Macron francia elnök terve, hogy egységesítse és fenntarthatóvá tegye az erősen deficites nyugdíjrendszert, rendkívüli társadalmi ellenállásba ütközött. Januárra a szakszervezetek két pártra szakadtak. Az egyik csoport teljesen elutasítja a reformot, míg a másik elfogadja az egységesítési törekvéseket, de az úgynevezett tengeri kor szabályt nem. Eszerint a 62 éves nyugdíjkorhatár nem változna, de csak 64 év után lehetne teljes nyugdíjat kapni. Ha ennél is tovább dolgozik valaki, akkor pedig magasabb nyugdíjat állapítanának meg neki. A legnagyobb francia szakszervezeti szövetség, a reformokkal általában elfogadóbb CFDT vezetője javaslatot tett a kormánynak, amelynek a lényege, hogy a nyugdíjkassa egyensúlyát szolgáló szabályokat, mint a tengeri kor szabály, vegyék ki a csomagból, és csak az egységesítést hajtsák végre. A kormány szóvivője azt mondta, hogy a kormány megfontolja a CFDT javaslatát. Bruno Le Maire gazdasági miniszter pedig azt, hogy soha ilyen közel nem álltak a megegyezéshez. Ez azt mutatja, hogy a kormány valós esélyt lát a szakszervezetek egy részének meggyőzésére. Ugyanakkor több nagy szakszervezeti szövetség a teljes javaslatot elutasítja. Csütörtökre és szombatra is demonstrációkat hirdettek meg.